Keresik elől Elmandert ezzel a hosszú labdában. Elmander! Juhász szerelt szépen. Szöglet következik. Viszont az a baj, ami elképzelhető, hogy már étközben is előjött Rolandnál a bordái bizony. Igen, igen. Nagyon, nagyon gyors, gyors határ ez a 11-es, meg a Ibrahimovic, vigyázni kell rájuk. Csak ők vannak ketten elő, a többi mind visszahúzódik, és ez a két gyors csatár kontrázik. Jöhet tehát a szöglet. Ugye Juhász az egyik edzésen tapasztalt valami hasonlót, amely után nem is tudta folytatni az aznapi tréninget. Nagyon nagy szükség van rá, mondanom sem kell, hiszen rengeteg védő esett ki az elmúlt időben. Jön a svédek szöglete, és a fejes góljuk! Rögtön a 8. percben. Hát nagyon üresen maradt a gyerek. Hát olyan üresen, hogy már a kupac aljában is ölelgetik őt. Alig, hanem Melberget. Így is van kimást. Az egykori Aston Villa játékost, aki kibújt, nagyon szabadon, és betalált. Szabadon jutott a labdához hátulról. Valakinek menni kellett volna vele. Ő különben is erőhíres a fejeseire, mindig előre megy szögleteknél. Bizony-bizony, megelőzte sajnos az emberünket Melberg. Most indul be, igen, igen. Valakinek kellett volna venni időben. Így van, itt már nem is volt kit megelőzni, mert nem vettük föl. Ez így azért hidegzuhany, de hát nagyon messze a vége, és a csapat, én azt hiszem, hogy képes innen is felállni. De már volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, hogy hosszú lesz. Gyorsan elvégzi Hajnal a bedobást, a beadás nem tűnik rossznak. Kikerül még kifejelni. Az lövő helyzet, Halmosi 11-est kaptunk! Ha-ha! Megítélte a játékvezető! Megítélte a játékvezető! Most Dzsudzsák harcolta ki! Azt a mindenit! Kétszer egymás után, nem tudom, az első ér vagy a második ér? Szerintem az első, nem ezért, itt már Halmosi esik át. Az elsőnél már úgy láttam, hogy megítélte a játékvezető. Na nézd, nem nézzük, ez a második továbbra is. Halmosi gyönyörű homorítása. 11-es kérem szépen, megkaptuk az esélyt. Huszti fogja elvégezni. És ezzel az eséllyel most akkor élni kell, gyerünk! Gyerünk, Szabolcs! Igen! Egyenlítettünk! Egyenlítettünk! Huszti góljával! Aki olyan, de olyan rég volt már eredményes az utóbbi időben a válogatottban, ismételten betalál, ő állt a labda mögé. Gera, hogy Hajnal is odaállhatott volna, Huszti felvállalta és belőtte. Nemrégiben a Zenit színeiben kihagyott egy 11-es, de ő nagyon bátran odaállt. Isaacson megérezte a sarkot, de picentiszte Szabolcs. És egyenlőtt a magyar válogatott. Ez nagyon fontos, nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Pontot meg tudjuk tartani. Varázslatos légkör, és ugyanez vár majd szerdán is, azt hiszem, a mieinkre. Ugyanazokkal a reményekkel, mint a meccs előtt. Jól van Halmosi! Na még egy ellentámadása, van idő! Buzsáki, megy el oldalon, Gera! Buzsáki, mi? Hova? Szép na volt. Így, jó lehet! Gera, ám jó! Rá kellett volna lenni. Itt lesz vége! De akkor legyen is vége most már, a svéd ellentámadás. Imád! Istenem! Jaj, babos! Nem! Hát nem hiszem el! Hát ilyen nincsen! Hát ezt nem hiszem el! Hihetetlen. Hát ez... Hihetetlen. Ennyi... Belerúgta a kapus a... Babos belerúgta az Ibrahimovicsba. Meg is sérült, azt mondom. És hát Tímár pedig... Tímár meg alá szaladt. Hát ez egy érdekes meccs volt, halló. Ez nem, ez tragikus meccs volt, vége a mérkőzésnek. Befújt a vívó. 94. perc. Nagyon fura. Fura? Nem is lehet mit mondani igazából. Hát pedig... Egy ilyen szerencsétlen labda. Nem tudom, hogy... Meg egy ekkora hiba.
Téma a magyar kispad. Nagyon jól játszottak az utolsó negyed óra 20 percben. Ezek után nem érdemelték meg. Hát ezek után nem, de ami előtte volt, ami igen, az alapján sajnos. Igen, nagyon jól játszott a svéd csapat, különösen az első fél időre, de... És az a hiba, Timár alá szaladt. Babos hiába jött Ibrahimovic erőből. Ibrahimovicnek egyetlen villanása volt a meccsen. Ezt megelőzően. De itt nagy hibát csinált hátul. De ennyi szerencse kell a futballhoz. Belerúgta, visszapattant a lábáról. Hát nem hallgattatok meg az égi fohász. Ibrahimovic is meg megint betalál, úgy, ahogy betalált. És az egész... 3 évvel ezelőtt, 2005. szeptemberében, a 91. percben, ahogy betalált Stockholmban 2002-ben, amikor az ő golyával egyenlítettek, ugyanúgy betalál most is. Hogy lehet ezt a csapatot most, főleg egy ilyen rossz és lélektelenleg rossz pillanatban bekapott gól és vereség után felrázni? Hát a sportemberek mindenképpen mindenki becset hozzát, és annyival ezt fel tudják dolgozni, tényleg ezt az utolsó perces, ez a legrosszabb vereség egyébként. És ugye nem először történik ilyen a magyar labdarúgó válogatottal. Ez a legrosszabb, félelmetesen rossz érzés ilyenkor, amelyet, hogy szinte euforikus állapotban ment mindenki előre, mert az X is nagyon szép volt. Én éreztem, hogy ez a meccs X lesz, az is volt egyébként így. Hát ez az utolsó perc, ez mindent így összedőltött. Annak ennél azt kell mondjam, hogy nagyon fontos, hogy maradjunk, mert még mindig úgy gondolatban meg minden szinten, hogy ezt még azért nem szabad földni semmiképpen, és egy felszabadult játékot kell próbálni játszani a portugálok ellen, nem görcsösen. Ők még játszósabbak lesznek egyébként, de talán könnyelműbbek is, és én talán mindig úgy érzem, hogy az ilyen játszogatós csapat ellen azért több sanszunk van.